A kommunikációt fejlesztő, ismerkedés segítő, saját címer játékot bárhol megszervezhetjük, ahol íráshoz, rajzoláshoz alkalmas környezetet tudunk kialakítani, de elsősorban beltéren javasolt, kis helyigényű játék. Kisebb csoportban már játszható, legalább 4 fővel és egy játékvezetővel. A játékidő körülbelül 20 perc. A játék előtt ismertessük a gyerekekkel a szabályokat és a feladatokat. Mindig győződjünk meg arról, hogy mindenki érti a játék menetét, és hagyjunk lehetőséget a kérdésekre. A játékosok kényelmesen helyezkedjenek el úgy, hogy mindenkinek legyen meg a saját személyes tere a gondolkodáshoz, íráshoz. Az előkészített eszközöket osszuk ki a gyerekeknek. A játékosok képzeljenek el egy saját országot, amit csak az övék, használják a fantáziájukat. Emellett gondoljanak 2-3 nagyon kedves emlékre az életükből, ami boldoggá tette őket. Ez bármi lehet, kisebb vagy nagyobb dolog is. Például testvére született, kapott egy kis kutyát, kitűnő lett az iskolában, vagy írt egy jó dolgozatot a gyermek. Ezután a játékosoknak az a feladata, hogy alkossák meg a saját országuk címerét a saját 2-3 meghatározó emlék alapján. Adjunk egy időkeretet, minimum 15 percet, amin belül tervezni, rajzolni lehet. Ezt az időt, ha szükséges, meghosszabbíthatjuk. A játék során ügyeljünk arra, hogy ne zavarják egymást a gyerekek az alkotásban. Ha mindenki elkészült, a gyermekek egyesével mutassák be a saját címerüket a csoportnak. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy mindenki figyeljen a másikra, amikor bemutatja a saját címerét. A gyerekek nevezzék is el az országukat. Az országát bemutató játékos mesélje el, hogy milyen lenne az ő birodalma, milyen fontos emlékeket szerzett eddig, mik azok az egyéb fontos dolgok, amiket szeret és beépítene a címerébe. Az én képem azt a címet kapta, hogy Hullámia. Egy úszó emberkét ábrázol, mivel 3 éves korom óta úszom. A családom úgy gondolta, hogy úszni meg kell tanulni, így az egész életem részévé vált. Nagyon meghatározó szerep, anya és apa mindig támogat benne, illetve versenyekre is elkísérnek, és ott is szurkolnak nekem és támogatnak. A fantázia országom neve Bicország lett, mert kiskoromban a családommal nagyon sokat bicikliztünk az erdőben, és ez nekem örök élmény maradt, és a mai napig imádok kerékpározni. A játék közös beszélgetéssel zárul. A játékban a résztvevők közelebb kerülhetnek egymáshoz, hiszen saját országuk címerének megalkotásakor megosztják egymással személyes történeteiket és fontos emlékeiket. Mindeközben észrevétlenül fejlődik kreativitásuk és kommunikációs képességük.